December második fele a rákoknak. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események, mit mond az univerzum. Kejhek tízese, jaj, de csodálatos. Ünnep, boldogság, hát ez maga a karácsony. Ez maga a karácsony kártyája, amikor összejön a nagy család, és együtt ünnepelünk, együtt boldog mindenki. Na hát, ilyen dolog várható. Megyünk tovább. Megint kejhek, és vízenergia, ez a ti energiátok, és ez a hatos, ez maga a nosztalgia, ez maga a nagyon-nagyon kellemes érzés, találkozások, olyan emberekkel, akikkel egyszerűen, hát rebdes a lelkünk, így is mondhatnám. Kellemes beszélgetések, nagyon jó az a találkozás, nagyon harmonikus, de ez lehet akár egy nagyon kellemes ajándék is. Tehát valami nagyon csodálatos, kellemes dolog. Lehet tényleg a karácsonyi asztalnál együtt fogunk ünnepelni azokkal az emberekkel, akiket nagyon szeretünk, akikkel rég nem találkoztunk. És a harmadik kártya megint kejhek, megint vízenergia, és ez az ász, ez az egyik Jolly Joker. Az ász az mindig valamilyen új dolog, új lehetőség, új kezdés, amit nem szabad elszalasztani. Na most, főleg a tízes alatt, ez lehet, igen, olyan csodálatos, kellemes dolog, mint például keresztelő, mint esküvő, tehát valami nagyon-nagyon boldogságos. És annál is több, egyszerűen. Csodálatos, csodálatos kártyák, megyünk tovább. 8-as, jönnek a kifizetések, tehát a munkáért megkapjuk a pénzt. És ez a kártya, ez maga a mester kártyája. Tehát a munkánkat megbecsülik, értékelnek minket. Királynő, ez a királynő nagyon gyakran földjegyű, mint bika, bak vagy szűz. Tehát ilyen személy fontos szerepet játszhat decemberben az életünkben. Adhat egy jó tanácsot például, vagy segíthet, de akár a rákok is lehetnek ilyen királynők és királyok. És itt pénzről van szó, érmékről. És az érmék egyébként nem csak pénz, hanem értékek is. Például mi az érték? A család, a családi boldogság, határtalan boldogság, itt az ász. És még egyet kérünk szépen, és a tízes, 2 darab 10-es, és ez viszont a kincses láda, a pénzeső, tele vagyunk pénzzel, tele vagyunk boldogsággal, és tele vagyunk pénzzel. 2 darab 10-es, a kejhek, a határtalan boldogság, családi boldogság, és az érmék, a pénz, az értékek, az erőforrások. A 10-es az utolsó szám a kis arkánumban, úgyhogy 2 darab nagy kártya, és az ász, a Jolly Joker. Tehát itt van boldogság is, pénz is, így tudnám mondani. Mert ha nézzük ezeket a kártyákat, 3 darab kehely, tehát víz, energia, érzelmek, érzések, és nagyon pozitív kártyák jöttek ki, és 3 darab érmék. Pénzkártya jött ki. Boldogság és pénz. 2 az 1-ben. Csodálatos. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés. Na most, pénzköltés. Vagy
figyelni kell, vehetünk olyan ajándékot, amit megbánhatunk. És ez nagyobb ajándék, mert 9-es értékes ajándék lehet. Főleg szeretném mondani, hogy a Merkur bolygónk, a drága Merkur megint retrográd lesz december 29-től, úgyhogy december 26-27-től nem érdemes értékes dolgokat venni, vagy valami újba belevágni, mert azt megbánhatjuk, vagy nem olyan lesz, amire számítottunk, vagy elromlik. És január 18-áig lesz retrográd a Merkur. Ha lehet, akkor érdemesebb ezt december 26-áig, vagy január 18-20-a után inkább. De ez csak tanács. És jön a zene, hallom a zenét, a Mikulási Ármán, a Mikulás itt nálunk. Hát ez is egy jel, egy csodálatos jel a rákoknak. Szerencse, boldogság jön, nem hiába. Érdemes tartani a mértéket. Itt a mérték, az egyensúly. Például az evésben, az alkoholfogyasztásban, pénzköltésben, igen. Nézzünk csak, 9-es, egyébként kelyhek, tehát itt lehetnek valamilyen kis problémák az alkoholfogyasztással, oda kell figyelni, főleg, hogy karácsony, ugye szilveszter. Na most a nulla, nagy árkánum, a nulla mindig mutat valamilyen teljesen új kezdést. A nulláról. Ahogy mondtam, ezt érdemes december 26-áig, 27-éig, de utána ne vágjunk bele semmi újba. Mert lehet, hogy ő csalódás lesz. Mi van még? Király. Na most egy ilyen személlyel vigyázni kell, lehet ő okozhatja nekünk a csalódást, a kellemetlenséget. Földjegyű. És nézzünk csak, 7-es tűzenergia, ellenségek, negatív konkurencia. Hát persze, amikor ilyen csodálatos lapok jönnek, amikor minden csodálatos, akkor vannak irigy emberek. Ezekkel vigyázni kell. Kérünk szépen egy tanácsot. A hármas, és megint érmék. Itt van nekünk a 8-as, itt meg a 3-as. Mind a kettő érmék. Mind a kettő munkát mutat. De ez a kártya inkább olyan munkát mutat, ami minden nap egyforma például. Tehát bemegyünk a gyárba, és ugyanazt a munkát el kell végezni nap, mint nap. Ez a hármas viszont olyan munkát mutat, ami maga a kreativitás, vagy maga a szépség. Mint például minden torta más és más, ugye? Vagy ez a kártya azt is üzeni, hogy érdemes belevágni a tanulásba, érdemes tovább képezni magunkat. De pénz. Mindenféleképpen pénz. 1, 2, 3, és ez a negyedik pozitív pénzes lap. Úgyhogy jönnek a kifizetések, a prémiumok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!